Az országgyűlés elnöke Kövér László is részt vett az alakarosi városnapi ünnepségen. A házelnök beszédében kiemelte, a település a magyar élni akarás lélekerősítő példája, hiszen a több mint 700 éves történelme során háromszor is szinte teljesen elpusztult. Kövér László hozzátette, az elmúlt évtizedekben számos olyan fejlesztés valósult meg a településen, amellyel Zalakaros joggal érdemelte ki a városi rangot. Ez Zalakaros nagyon sokat tett az elmúlt 21 néhány évben a városa nyilvánítás óta, meg különösképpen azért, hogy Magyarország egyik legvonzóbb turisztikai központjává váljon. Nem csak Magyarországról, nem csak a belföldi turizmus keretében jönnek ide nagyon sokan, hanem a külföldiek között is az egyik legnépszerűbb város. Nem akarok most más városokat, hagyományos, nagy tradícióval rendelkező és sokkal nagyobb városokat említeni, nehogy őket megbántsam, de jó néhány olyan várost megelőznek a turisztikai térképen, többek között az én szülővárosomat is, amelyekről pedig nem is gondolnánk, hogy kevesebb turista látogat el oda, mint ide.